Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves pedagógusok, diákok, vendégeink, Salgó-Tarján megyei jogúváros önkormányzata nevében köszöntöm Önöket az országos versenyhelyezett diákok és felkészítő tanáraik díjkiosztóján, de akár úgy is fogalmazhatunk szerintem a diákok nagyobb örömére, hogy a városi tanévzárón. Diátadó ünnepségünket a Város Szignál hangjaival nyitottuk, a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Intarda kartettja jóvoltából. A folytatásban az ünnepi műsor következik, melyet a Salgó-Tarjáni Általános Iskola Dornyai Béla tagiskolája és a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola művészeti csoportja mutat be nekünk. Kérlek, nézd rád, és mondd el, hogy milyen vagyok. Fehér a bőröd, világos a hajad és kék a szemed. A te bőröd barna, a szemed fekete, mint a hajad. Miért nem vagyunk egyformák? Nem tudom, pedig idáig azok voltunk. Néha hangokat hallok, pedig tudom, hogy nem is szólsz hozzá. Lehet, hogy mások is élnek itt, csak még nem találkoztunk velük? Lehet, de mindkettőkről biztosan tudnak. Igazad van, akkor keressünk nevet egymásnak. Én úgy foglak szólítani, hogy barna. Jó, akkor te legyél fehér. Szia, barna! Szia, fehér! Én támfelesleges vagyok. És én a gyomor. És én a szem. És én a szív. Jó, ne veszekedjünk, egyformán fontosak vagyunk. Kik vagytok ti? Mi vagyunk a legfontosabb szerve. Aha, és mit akartok tűnni? Ó, semmi rosszat, csak beszélgetni. Az jó, mert már azt hittük, hogy csak ketten vagyunk a világon. A világon? Na hát, ti még nem is tudjátok, mi a világ, és még nem is vagytok benne. Ti csak a viszonyban várkoztok, hogy beléphessetek. Akkor hol vagyunk? És mik vagyunk? Ti még csak embriók vagytok, akiből hamarosan gyermekek, aztán felnőttek és emberek lesznek. Most éppen az anyamében vagytok, ami a világ legbiztonságosabb helye számotokra. Meséljetek még! Kiről, miről akartok hallani? Az anyáról, meg mi rólunk? Jól van, szép és fiatal, szőke a haja, kék a szeme, mint a tiéd fehér. De látom a mapátokat is. Barna őre hasonlít. Tőle örökölt a színét és a gényét. Ő cigány! Erről inkább nem mond semmit. Előbb-utóbb úgy is megtudja Barna, hogy ő cigány. Mi az, hogy cigány? Tudni akarom!
És ha én az vagyok, fehér miért nem az? Ne úgy, hogy le kell erről beszélni. Barna, ne haragudj, de te cigány vagy. Igaz, erről nem tetsz. Mint ott fehér sem, hogy ő pedig magyarnak fog születni. De a cigányok rettenetes emberek. Nem szeretnek dolgozni, hazudnak, részegesek és lopnak. Barna, nem kell általánosítani. Vannak ilyenek is, meg olyan. Végre is a cigányok erőszakosabb, piszkosabb, és sok cigány tönkre teszi a máját. Én azt mondom, hogy Balázs meg se szabadna születnie. Egyetértek! De én meg akarok születni! Gyűlölni fognak az emberek, csúfolni fognak a gyerekek, ezt akarod? Nem igaz, nem igaz! Én szeretem őt! Szereted? Mikor ellopja a táplálékodat? Hogy mondhatsz ilyet? Nem szégyelled magad? Fehér, ne hallgass a májra. Neked Barna a testvéred. Szeretem. Testvér, ugyan? A Majnak igaza van. Balnánk nem is szabadna megszületnie. Így is annyi cigány van, hogy nem lehet velük mit kezdeni. Dolgozni meg nem akarnak. De én dolgozni fogok. Dehogy fogsz? Mindezt mondja. Aztán csak panaszkodni tudnak, hogy jaj, sok a gyerek, kerés a ruha, nincs cipő. Segítsen már nekik valaki. Honnan veszette ezeket a dolgokat? Mit tudsz te a cigányokról? Mit tudsz te a múltról? A cigányok századokon keresztül vándoroltak. Mit vársz hát? Hogy ugorják át a századokat? Nyugalom, kolléga! Senki sem kíváncsi a cigányok történetére. Itt egyszerűen arról van szó, hogy döntenünk kell egy leendő gyilkos, vagy tolvaj megszületéséről, vagy meg nem születéséről. Kikérem magamnak, mi a bizonyíték arra, hogy gyilkos vagy tolvaj leszek? Az őseid viseltetése. Az apák bűneiért nem lehet a fiaikat felelőssége vonni. Rólam még nem mondtatok semmit. Velem mi lesz, ha megszületek? Ó, te egészen más vagy, te boldogságra születnél. A te helyed már a születésed pillanatában meg lesz a jó emberek között, és ez teljesen jogos. De ne hidd, hogy a fehér emberek között nincs gonosz ember. Van bizony, és nem is kevés. De én szeretem Barnát, ha szerintetek cigány is. Ti mondtátok, hogy nem tehet róla. Nem lehetne, hogy más emberek is, mint én, szeressék a cigányokat? Szeretni ilyeneket! Ha ilyenek itt tényleg, én meg sem akarok születni! Nem akarom meg, hogy oda kerülöm! Jaj, fehér! Mi lesz velük? Itt az idő, hogy megszülessetek. Barna, nem születhet meg, nem engedhetjük! Fújt a faj, gyűlölő! Adj levegőt, mert elpusztulnak mind a ketten! Testvérkém, add a kezed! El ne engedj, bármi történik is! Ne törődj bele, forog! Forog, hogy minél előbb ki lehet! Akkor most megszülettünk? A folytatásban felkérem Fekete Zsolt urat, Salgótarján polgármesterét köszöntőjének megtartására. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
tisztelt pedagógusok, tisztelt vendégek, kedves diákok! Dr. Szent Györgyi Albert gondolatai jegyében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Salgótarján megyei jogú város önkormányzata nevében, az országos versenyhelyezett diákok és az őket felkészítő pedagógusok tiszteletére rendezett városi díjátadó ünnepségünkön. Kiváló Nobel-díjas tudósunk nagy pontossággal írja le az iskola szerepét, amelyet nem tölthetne be az elkötelezett pedagógusok nélkül. Ők maguk persze jól tudják ezt, hiszen nap mint nap szembesülnek e megállapítás igazságtartalmával. Magam is tisztában vagyok e mondatok súlyával, városvezetőként és szülőként egyaránt. Ha elfogadjuk azt a közmegegyezésen alapuló megállapítást, miszerint az oktatás a jövőnkbe való legjobb és legfontosabb befektetés, akkor a mai nap alkalmat teremt az ünneplésre. Lehetőséget kínál arra is, hogy tudatosítsuk, e befektetés sikerének részesei azok a tehetséggondozó pedagógusok is, akiknek hitvallása az, hogy tanítványaikban értékeket fedezzenek fel, és segítsenek a kibontakoztatásukban. A tehetség olyan ajándék, amellyel nem csak élni lehet, de el is lehet herdálni. Az is lehet, hogy észrevétlen marad. A pedagógusoknak, a segítő szakembereknek nagy a felelősségük abban, hogy reményt adjanak a jó képességű fiataloknak, és kitartásra neveljék őket. A mai nap a tehetség ünnepe. Azoké a tehetséges diákoké, akik kimagasló képességükkel, tudásukkal és szorgalmukkal országos szinten is elismerésre méltó eredményeket értek el. Velük együtt pedig ünnepeljük tanáraikat, akik segítették diákjaikat abban, hogy képességeik határait fel tudják térképezni, és felszínre tudják hozni a bennük rejlő tudást. Megadták nekik azt a bátorítást és támogatást, ami szilárd, biztos támaszt jelent. Mert ne felejtsük el, kedves diákok, nem valamit tanulunk elsősorban, hanem valakitől tanulunk. Ez a legnagyobb erőforrás a tanár-diák kapcsolatban, a tehetséggondozásban, az életre nevelésben. Tisztelt díjazottak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves pedagógusok, kedves szülők! A minőség jelenti a versenyképességet. A mi célunk az, hogy minden tanuló versenyképes tudáshoz juthasson. Persze elsősorban mindenkinek saját felelőssége, utána természetesen a tanáraié és szüleié, hogy kibontakoztathassák ezeket a tehetségeket. De emellett a városvezetőnek is felelőssége, hogy a feltételeket ehhez megteremtse, folyamatosan javítsa, és az elért eredményeket értékelje. Ehhez szeretnénk hozzájárulni, többek között ösztöndíjainkkal és a mai átadandó elismerő címekkel is. A mai napon a legkiemelkedőbbek sikerei előtt tisztelekhetünk. Magam és az önkormányzat nevében szeretném megköszönni tehetséges diákjainknak, hogy kimagasló eredményeikkel örökbítették Salgótarján jó hírnevét. Szeretném, ha társaik körében mértékadóvá válnának. Emellett köszönet illeti a pedagógusok áldozatos, jó színvonalú munkáját is. Kívánom, hogy az év minden napján szeretet és megbecsülés kísérje Önöket. Az elkövetkező tanévekben további sok sikert, a rövidesen megkezdődő nyári szünetre jó pihenést kívánok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tisztelt vendégeink, ünnepségünk következő részében az országos versenyhelyezett diákok és az őket felkészítő pedagógusok elismerésére kerül sor. Salgótarján megyei jogú város közgyűlése 2009-ben alkotott rendeletet az országos versenyhelyezett diákok, diákcsoportok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és az adományozásnak a rendjéről. A rendelet szerint 4 kategóriában nyílik lehetőség elismerő cím adományozására, melyek átadására az adott tanév végén, vagy a következő tanév elején kerül sor. A díjak átadására felkérem Fekete Zsolt urat, Salgótarján megyejogú város polgármesterét, és Huszár Máté urat, Salgótarján megyejogú város alpolgármesterét. A díjak átvételére kérem, hogy a díjazott diákok fáradjanak ki, a felkészítő tanároknak a díjazása, elismerése ezt követően ünnepségünk folytatásában következik majd. Salgótarján város ifjú tehetsége elismerő címben részesülnek, így oklevelet és 10 000 forint értékű könyv utalványt vehetnek át a következő tanulók. A Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce lakótelepi tagiskolájának tanulói közül díjat vehet át Török Luca, aki a Kozma László 14. Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 5. évfolyamos kategóriájában 3. helyezett lett, felkészítő tanára Rácz Tímea. Díjat vehet át Németh Gerda Martina, aki a Kozma László 14. Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 5. évfolyamos kategóriájában 5. helyezett lett, felkészítő tanára szintén Rácz Tímea. Elismerésben részesül Szél Levente, aki szintén a Kozma László 14. Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 6. évfolyamos kategóriájában 2. helyezést ért el, felkészítő tanára Rácz Tímea. Díjat vehet át Tarnóci Dániel, aki szintén a Kozma László 14. Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 6. évfolyamos kategóriájában 6. helyezést ért el, felkészítő tanára ugyancsak Rácz Tímea. Szintén a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce lakótelepi tagiskolájának tanulói közül vehet át díjat Deméndi Dávid György, aki a Kozma László 14. Országos Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny 6. évfolyamos kategóriájában 7. helyezést ért el, felkészítő pedagógus esetében is Rácz Tímea. Oklevelet és könyvutalványt vehetnek át a Salgótarjáni Bólyai János Gimnázium tanulói közül Gyuris Pálma, a Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd versenyen a Kazinczy Jelvény bronz fokozatát kapta, felkészítő tanára Zsibói Gergely. Elismerést vehet át Harazin Regina, aki az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjében az Anyanyelvápolók Szövetségének külön díját hozta el, felkészítő tanára Lékóni Lantos Zsuzsanna. Díjat vehet át Sütő Martin Dániel, aki a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizika Verseny 7. helyezettje lett az idén, felkészítő tanára Tóth Géza. Szintén a Salgótarjáni Bolya János Gimnázium tanulói közül részesül elismerésben Krista Zsolt, aki az Angol Nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 18. helyezettjeként végzett, felkészítő tanára Kedőci Néberger Mária.
A Salgótarjáni Madács Imre Gimnázium elismerésben részesülő tanulói következnek. Fábián Máté, aki az Infoprog 2016. évi 21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai versenye felhasználói kategória első helyezettje lett, valamint tagja volt az ugyanezen versenyen 7. és 10. helyezést elért csapatnak is. Felkészítő tanára Butkainé Vajda Éva. Elismerésben részesül Varga Regina Terézia, aki szintén az Infoprog versenyén, a 21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai versenyén felhasználói kategóriában 9. helyezett lett, valamint tagja volt az ugyanezen versenyen 7. és 10. helyezést elért csapatnak is. Felkészítő tanára Butkainé Vajda Éva. Díjat vehet át Bali Anna, az Infoprog 2016. évi 21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai versenye felhasználói kategória 11. helyezettje, valamint tagja az ugyanezen versenyen 7. és 10. helyezést elért csapatnak is, felkészítő tanára szintén Butkainé Vajda Éva. A Salgótarjáni Szakképző Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola díjazott diákja Bodzási Zoltán, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny KEDKEM informatikus versenyén 6. helyezett lett. Felkészítő tanára Erős Róbert. A Salgótarjáni Szakképző Centrum Kanizsai Dorottya egészségügyi szakiskolája és szakközépiskolája tanulói közül oklevélben és könyvutalványban részesül Tóth Bence, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny egészségügyi szakmacsoportjában 7. helyezést ért el, felkészítő tanára Sáfrány Beáta. Díjazottunk Janitor Szilvia, a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye egészségügyi alapismeretek kategóriájának 15. helyezettje, felkészítő tanára Erősné Liptai Csilla. Díjat vehet át Bakos Zoltán, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye egészségügyi alapismeretek kategóriában 18. helyezett lett, felkészítő tanára Kalóz Erika. Díját természetesen eljuttatjuk hozzá. A Salgótarjáni Szakképzőcentrum Táncsics Mihály szakközépiskolája tanulói közül elismerésben részesül Márton Anna, aki az Zrínyi Ilona matematika verseny országos döntőjében a 9., az Infoprog 2016. évi 21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák informatikai versenye felhasználói B kategória 2. helyezést ért el. Felkészítő tanárai Karácsony Mária, Miklós Zoltánné és Kovácsné Karácsony Éva. Elismerésben részesül Kovács Marcell Miklós, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye ügyviteli alapismeretek kategóriában 6. helyezett lett, felkészítő tanárai Nádasdiné Petényi Judit és Várszegi Bernadett. Díjat vehet át Hényel Enikő, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye ügyviteli alapismeretek kategóriában 12. helyezést ért el, felkészítő tanárai Nádasdiné Petényi Judit és Várszegi Bernadett.
Elismerésben részesül Babcsán Beáta, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye ügyviteli alapismeretek kategóriájában 17. helyezett lett. Felkészítő tanárai Nádasdiné Petényi Judit és Várszegi Bernadett. Díjazott Takács Máté, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak közgazdasági alapismeretek verseny 4. helyezettje lett, felkészítő tanára Várszegi Bernadett. A városvezetők elismerésben részesítik Susán Kittit, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak közgazdasági alapismeretek verseny 5. helyezettje lett, felkészítő tanára Várszegi Bernadett. Továbbra is a Salgó-Tarjáni Szakképző Centrum Táncsics Mihály szakközépiskolája tanulói közül vehet át díjat Környei Roland, aki a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak közgazdasági alapismeretek verseny 8. helyezettje lett, felkészítő tanára Ferenc Róbert. Elismerésben részesül Szabó Gabriella, aki a Nemzetközi Kenguru Matematika verseny 12. évfolyamos kategóriájában a 4. helyezést érte el, felkészítő tanára Kovácsné Danyi Szilvia. Díjazott Kaposvári Dániel, aki az Infoprog 2016-21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenye felhasználói A kategóriában 2., a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 12. évfolyamos kategóriájában pedig az 5. helyezést érte el, felkészítő tanárai Kovácsné Karácsony Éva és Szikora Nóra. Elismerést vehet át Varga Bence, aki a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 10. évfolyamos kategóriájában 9. helyezett lett, felkészítő tanára Miklós Zoltánné. Elismerésben részesül Stevlik Felícia, aki az Implom József középiskolai helyesírási verseny és az Infoprog 2016 Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenye felhasználói B kategória 4. helyezettje lett, felkészítő tanárai Kis Lászlóné és Kovácsné Karácsony Éva. Díjazott Tóth Erik, aki az Infoprog 2016-21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenye felhasználói A kategória 6. helyezettje lett, felkészítő tanára Kovácsné Karácsony Éva. Elismerésben részesülhet Kéri Ákos György, aki az Infoprog 2016-21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenye felhasználói B kategória 9. helyezettje lett, felkészítő tanára Kovácsné Karácsony Éva. Díjat vehet át Tőzsér Nikolett, aki az Infoprog 2016-21. Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Informatikai Versenye felhasználói A kategória 13. helyezettje lett, felkészítő tanára Kovácsné Karácsony Éva.
Elismerésben részesül Benkő Anna, Gortva Klaudia és Győri Vivien, akik a Diamond Országos Gimnáziumi Szakképző Iskolai Tehetséggondozó Érték Közvetítő Tanulmányi Csapatverseny első helyezését hozták el, felkészítő tanáruk Kis Lászlóné. Szintén a Salgótarjáni Szakképző Centrum Táncsics Mihály szakközépiskolája tanulói közül vehet át díjat Nagy Szabolcs, Szlatincsán Adrián és Klinka Robin, akik a Kozma László 14. informatikai alkalmazói tanulmányi verseny második helyezettjei lettek, felkészítő tanárok Kovácsné Karácsony Éva. Hölgyeim és uraim, Salgótarján város ifjú művész tehetsége elismerő cím átadása következik. Ezen elismerésben részesül a Váci Gyula alapfokú művészeti iskola növendékei közül Römer Dávid, aki a 14. országos zongora verseny első helyezettje lett, felkészítő tanára Kovács László. A folytatásban a Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa elismerő címek átadására kerül sor. Ebben az elismerésben részesül a Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce lakótelepi tagiskolájának tanára Rácz Tímea. A Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium pedagógusai közül kiváló tehetséggondozó pedagógus elismerő címben részesül Gedőciné Berger Mária. A Bolyai János Gimnázium pedagógusai közül elismerésének átvételére kérem Lékóné Lantos Zsuzsannát. A város vezetői tehetséggondozó munkáját díjazzák Tóth Gézának. Tanár úrnak eljutatjuk az elismerést. Kiváló tehetséggondozó, szintén a Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium pedagógusai közül Zsibói Gergely elfoglaltsága miatt tanítványa veszi át a díjat. Folytatjuk tovább a pedagógusok elismerését. A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium pedagógusai közül elismerő címet vehet át Butkainé Vajda Éva. Kiváló tehetséggondozó a Salgótarjáni Szakképzőcentrum Stromfeld Aurél gépipari, építőipari és informatikai szakközépiskolájának pedagógusa Erős Róbert. A Salgótarjáni Szakképzőcentrum Kanizsai Dorottya egészségügyi szakközépiskolája és szakiskolája pedagógusai közül elismerést vehet át Sáfrány Beáta.
Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa elismerő címet adnak át a városvezetők Erősné Liptai Csillának. Tehetséggondozó munkájáért elismerésben részesül Kalóz Erika. A Salgótarjáni Szakképzőcentrum Táncsics Mihály szakközépiskolájának pedagógusai közül átveheti az elismerő címet Ferenc Róbert. Tehetséggondozó pedagógusi munkáját ismerik el Karácsony Máriának. Következő díjazottunk Kis Lászlóné. Elismerésben részesül Kovácsné Danyi Szilvia. Szintén a Salgótarjáni Szakképző Centrum Táncsics Mihály szakközépiskolájának pedagógusai közül vehet át elismerést Kovácsné Karácsony Éva. Tehetséggondozó munkáját ismerik el a városvezetők Miklós Zoltánnénak, aki jelezte betegsége miatt sajnos nem tud a mai napon velünk itt lenni. Helyette kollégája veszi át a díjat. Tehetséggondozó munkájáért díjat vett át Nádasdiné Petényi Judit. Pedagógusi elismerésben részesül Szikora Nóra. Tehetséggondozó pedagógusi munkáját ismerik el a városvezetők Várszegi Bernadettnek. A Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusai közül elismerésben részesül Kovács László.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, a 2015-16-os tanév valamennyi díjazottjának szívből gratulálunk, munkájukhoz, tanulmányaikhoz további jó egészséget, kitartást kívánunk, és azt, hogy a jövőben is hasonlóan szép eredményességgel szerepeljenek úgy az iskolai téren, mint az élet minden területén.